A NAV idén is automatikusan elkészítette a magánszemélyek, az egyéni vállalkozók, az őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallási tervezetét. Több mint 5,6 millió adózó nézheti meg dokumentumát március 15-e óta a Nemzeti Adó és Vámhivatal ügyfélportálján vagy az ESZIA oldalán. A hatóság azonban azt tanácsolja, hogy mindenképpen érdemes ezeket átnézni, hiszen a magánszemélyek jóvá nem hagyott tervezetei május 21-én automatikusan bevallássá válnak. A magánszemélyeknek is lehetnek viszont olyan jövedelmeik, amikkel mindenképp ki kell egészíteniük a NAV tervezetét. Ilyen például az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem, vagy az ingatlan értékesítésből származó jövedelem. A kiegészítést, a módosítást legegyszerűbben az ESZIA oldalon a megújult kitöltő programmal tudják megtenni. Ez a program az idei évtől számos új felhasználóbarát funkcióval bővült. Az ügyfélszolgálatokon is van lehetőség segítséget kérni a tervezet kiegészítéséhez. Az érintettektől azt kéri a hivatal, hogy vigyék magukkal a bevallási tervezet alapjául szolgáló dokumentumokat, bizonylatokat, munkáltatói kifizetői igazolásokat. A postán beküldött bevalláshoz viszont nem kell ezeket mellékelni, azonban 5 évig meg kell őrizni. Akinek nincsen ügyfélkapuja és kérte a bevallási tervezet postázását, annak a NAV április 30-áig fogja postázni a tervezetét. A postai borítékba a tervezet mellett az 1+1%-os rendelkező nyilatkozat is megtalálható lesz. Az ESZIA 1+1%-ának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehet rendelkezni elektronikusan vagy papíralapon. A nyilatkozat benyújtásának határideje május 21-e. A NAV arra is felhívja a figyelmet, hogy akinek valamilyen kedvezmény nyert 2023-ban a személyi jövedelemadóból, de azt évközben nem vette igénybe, az a bevallásban történő érvényesítés után egy összegben juthat hozzá a pénzéhez.